Minden szentek és halottak napján sokan látogatnak ki a pécsi központi temetőbe. A sírkert egy országos programhoz kapcsolódva megemlékezésre hívja a látogatókat. November 1-én délután 4-től minden szenteki mécses gyújtást tartunk, ezt tulajdonképpen bárki csatlakozhat, bárki gyújthat egy mécses elhunyt szerettei emlékére, és igazából részt vehet a szeretett fényapplikáció kialakításában. Ehhez a mécseseket egyébként a pécsi temető biztosítja. Ezt követően szintén november 1-én, de már délután 5 órától a minden szentek és halottak napi megemlékezésre kerül majd sor a pécsi köztemető ravatolozó előtti terén. Azt kérik a temető üzemeltetését végzők, hogy a megemlékezéskor is figyeljenek a rendre, biztonságra a látogatók. Várhatóan ezen a hosszú hétvégén is nagyon sokan fognak kilátogatni a temetőkben, éppen ezért arra szeretnék kérni mindenkit, hogy legyünk nagyon figyelmesek egymással és türelmesek, illetve azt is szeretném még kérni, hogy esetleg a sírgondozásokban megmaradt hulladékot azt a parcellák melletti gyűjtőbe tegyék, helyezzék ki. És nagyon fontos még, hogyha gyertyát gyújtanak a síroknál, urnáknál, akkor ezt is nagyon körültekintően tegyék, nehogy tüzet okozzanak. Október 29-e 13 órától november 2-a 8 óráig díjmentes lesz a parkolás a parkolózónák területén. Természetesen a forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás és ott a közterületi várakozás ezen időszak alatt is engedélyhez kötött. A sírkertben elektromos autók szállítják majd azokat a megemlékezőket, akiknek nehézséget okoz a sétálás. A központi temető minden nap 6-tól 20 óráig látogatható.